Köszöntöm a Trio TV nézőit, a Büki híreket látják műsorunk tartalmából. Wittner Mária Bükön, az 56-os forradalmár volt a vendég október 23-án. Könyv jelent meg az 56-os büki eseményekről és emlékezésekről. Adóbevételek, turisztikai összegzés és zöld döntések ülésezette a büki képviselőtestület. Trópusi kullancs bukkant fel Bükön az ország részben, ez az első megfigyelése. Kiemelt arany és ezüst minősítés, meg külön díjat is kaptak büki táncosok az idei Szivárvány Néptánc Fesztiválon. Kedves nézőink, ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Személyes hangú lett a büki október 23-ai megemlékezés, hiszen az 56-os szobornál Wittner Mária 1956-os forradalmár egykori halálra ítélt politikus beszélt az emlékezőknek, saját versét hallhatták a bükiek. Rákóczi szabadságharc. 1848-as szabadságharc. Aztán volt az első világháború, amikor keresztre feszítették hazánkat. Aztán jött a második világháború, a szovjet megszállás. És ha belegondolok a történelmünkbe, ezt mind nyugatról kaptuk. Még Lenint is onnan kaptuk. Sztálinnak folytatásaként. Aztán jött 1956. És a világ legnagyobb hadseregével szálltunk szembe. Csak pusztán azért, mert szabad akartunk lenni. Úgy látszik, a magyar nép nem tűri a jármot a nyakán. Aztán jött a megtorlás, ami még a sógorokénál is kegyetlenebb volt, hiszen közel 500 embert végeztek ki az akasztófán. És hányan haltak meg? Fegyvertelenül a sortüzekbe. Asszonyok, férfiak, gyermekek. A halálra ítélt lány. Vigyázz a hajamra, hóhér. Csak most fésülködtem. Nem akarok kolcosan menni az úr elébe. Vigyázz a hajamra, hóhér. Most nagy útra megyek, hol megszűnik minden, mi földi, és elhágy az emlékezet. Siess, hóhér, a hajamnak ne árts, méltón akarok menni a társaim után. A hajamra vigyázz, hóhér, többé már nem fésülhetem. Éltem tükre elhomályosul. Kioltja fényét, hóhér kezed. Hosszú útra megyek, hóhér. Odát várnak már társaim. Éltünk közös szent harca. Holtunkban is összefűz. Köszönöm, hogy meghallgattak. A büki október 23-ai emlékezés könyv bemutatóval folytatódott.
Bükk 5665 címmel jelent meg kiadvány, abban dr. Kövér István friss kutatásaival az 56-os bükki történésekkel. A Szülőföld kiadó gondozásában megjelent könyvben külön fejezet szól sok-sok fotóval a 2010 óta tartott emlékezésekről és az ünnepségek szónokairól, valamint az 56-os szoborról. Előre is tekint a könyv. Két bükki fiatallal készült interjú mutat arra, hogy miként emlékezhetnek majd évek, évtizedek múltán a bükkiek az 56-os eseményekre. Ez a korszak nem csak Magyarország történetében, hanem helytörténeti szempontból is kevéssé megkutatott. Tehát messze nem mondhatjuk azt, hogy most már mindent tudunk 56-ról, akár Bükkön, akár Vastegyében, akár az országban. Különösen ugye a helyi sajátosságok tűnnek el, a fő sodorvonal, ugye a fővárosi események, és esetlegesen a vidéki nagyobb megmozdulások, sortüzek elviszik ezeket, és nagyon keveset tudunk a helyi dolgokról. Éppen ezért fokhias a történettudományunk, adósa a feldolgozásoknak, főleg helyi szinten, és ugye nem használt ennek az sem, hogy ugye 56 után több mint 30 évig nem lehetett róla beszélni, tehát a helytörténeti munkákból ezek rendre kimaradtak, így volt Bükk esetében is, hiszen nem jelenhettek meg, nem támogatták a feldolgozásukat. Akik beszélhettek volna, azok több mint 30 év, tehát egy emberöltő után, azok vagy elhunytak, vagy külföldre mentek, így nagyon alkalom se volt arra, hogy ezeket a helyi dolgokat megörökítsék, és hát természetesen az egyéni sorsok, indulatok, a viszonylag történeti szempontból a közeli mi volt a miatt, nem nagyon tették lehetővé, hogy ezeket megvalósítsuk és összedolgozzuk. Bükk városában is néhány kisebb kísérlet történt arra, hogy összefoglaljuk ezeket a munkákat, de tulajdonképpen komolyabb levéltári forrás sem állt rendelkezésre. Itt utalok például Jurász Ferencnek a 2000-ben írt Bükk könyvére, amely a 100 Magyar Falu Könyvesházára sorozatban a millennium évében jelent meg. Ő is tulajdonképpen néhány elbeszélés, illetve a Vas megyei levéltárnak a forrásaira tudott hagyatkozni, de azt jó magam is átnéztem, kértem anyagokat, az 56 eléggé hiányzik. Nem akarok összeesküvés elméletet mondani, de lehet, hogy azokat kivették, ugye az rendre hiányzik az 56-os anyag. Feltehetően a forradalom idejekor, vagy azután némileg akkor tüntethették el, mert ahogy 55-ig folytonos a jegyzőkönyvek, mondjuk a tanácsi jegyzőkönyvnek a sora, 57-től ismételten megtalálható a levéltárban ez. A cél tehát az volt, hogy valamennyivel előre lendítsük, amit tudunk 1956-ról, tehát a 65. évfordulóra készítsük egyfajta olyan történeti összefoglalót, ami egy kicsit többet tud mutatni, nem merjük azt mondani, hogy minden, de kicsit többet, hozzunk be olyan forrásokat, olyan szempontokat, amelyek eddig nem voltak. Ezért kértük fel dr. Kövér István urat, aki ügyvédként praktizál mind a mai napig, a tulajdonképpen fiatal felnőttként 56-ot megélte, és a témával komolyabban foglalkozik, és hát egész Vas megyére vonatkozó feldolgozásra vállalkozott, amelyből a könyv készült, ennek a bemutatója tegnap előtt volt a megyeházán. A könyv kiadója Farkas Csaba, illetve a Szülőföld könyvkiadó, és ő vállalkozott, ugye a könyvkiadó nevében foglalt missziónak megfelelően, hogy ilyen témákat felkarol. Fásítás és erdősítés, meg a turizmus nyári számai mellett az adóbevételek alakulása és a hivatal működése is témát adott a Bükki Önkormányzat képviselőtestületének a munkaterv szerinti októberi ülésen. Hallhatták, láthatták a képviselők, hogy az idegenforgalmi adó 73 millió forint lett idén októberig, tavaly 71,2 millió forint volt az egész évet nézve. Tavaly 792,9 millió forint volt az iparűzési adóbevétel, idén októberig 746,5 millió forint. A számok hátteréről is beszámolt a polgármester. Volt egy beszámoló a
idényelemzésről, a turisztikai idényelemzésről, amit a Bükk-Bükkfürdő Közhasznú Turisztika Egyesület elnökétől, Tóth Tamásútól hallottunk. Itt azt lehetett látni, hogy a COVID-járvány alatt a turizmusban érdekeltek, miként dolgoznak, milyen fajta munkát végeznek, alapvetően ezeket a feladatokat ők elvégezték. A vendéglétszám a nyári szezonban fölfutott, elsősorban ugye belföldiekkel, ez változás volt a korábbi évekhez képest, viszont örvendetes az, hogy a vendég átlagos tartózkodási időszak az nem csökkent, 3,9 nap volt. A kisebb mértékben ugyan a rendezvények egy részét meg tudtuk tartani, amiből a Bükk-Bükkfürdő Közhasznú Turisztika Egyesület kivette a részét, és elkészítette a katalógusát is, amelyet tud teríteni. A másik beszámoló az önkormányzati hivatal munkájáról és az adózási eredményekről szólt. Az önkormányzati hivatal munkájáról a jegyzőasszony tartott egy tájékoztatót, amelyben a hivatal átfogó munkáiról, feladatairól tulajdonképpen azt szűrhető le, hogy a 2021. év is kettős volt, hiszen egy részben a polgármester egy személyben hozta a döntéseket, tehát határozatok formájában, a többi részében a rendeleteket, illetve a testületi határozatokat az éppen ülésező képviselőtestület hozta meg. A hivatal munkájában tulajdonképpen zökkenők nem voltak, a járvány alatt, előtt, után ugyanúgy végezte a munkáját. Az adózási tevékenységből pedig az látható, hogy az adóbevételek a terveknek megfelelően vagy a fölött jöttek be. Láthatóan az idegenforgalomból származó bevétel az jelentősen csökkent, elsősorban a COVID miatt, másodszorban pedig amiatt, mert egyrészt július 1-e után lehet beszedni az idegenforgalmi adót, másrészt pedig az állami támogatás hozzáadott egy forint már nincs benne a rendszerben, tehát tisztán a közvetlenül a szálláshelyekről, a szálláshelyek által befizetett IFA bevételben van az önkormányzatnak idegenforgalmi adóbevétel, ami több mint 70 millió forint volt a nyári hónapok alatt, tehát a körülményekhez képest mindenképpen jó idegenforgalmi szezont tudunk magunk mögött, úgyhogy köszönjük mindenkinek, aki ebben részt vett szállásadóként, szolgáltatóként, hiszen nagyon fontos az önkormányzat költségvetésében még mindig ez, annak ellenére, hogy a COVID miatt jelentősen visszaesett a mértéke. Az iparűzési adó, hála Isten, az jelentős tétel maradt. Most az önkormányzati adószerkezetben tulajdonképpen 80%-ot képvisel az építményadó mellett, még ami jelentősebb tétel, ezekből adódik össze az önkormányzati sajátos bevételeknek a nagy része, de az iparűzési adó az tulajdonképpen zökkenőmentesen befolyt a COVID alatt is. Ez biztosította azt, hogy az önkormányzat ezt az időszakot a feladatai ellátásában nem sínlette meg, és a tervezett beruházásait folyamatosan meg tudta és meg tudja valósítani. A hivatal munkát is ezúton köszönöm, hiszen ebben az időszakban ugye csak egy részének tudtunk home office-t biztosítani, alapvetően a hivatal működése a járvány alatt is kötelező jelleggel kellett, hogy zavartalanul történjen. A másik csoportja a döntéseknek az a szociális szférával kapcsolatos. Itt a dr. Horváth Tibor szervezeti működési szabályzatainak módosítása, a szociális gondoskodásról szóló rendeletnek a módosítása, jogszabályi változásoknak az átvezetése ezekbe a helyi jogszabályokban megtörtént. Aztán a beruházásokról is döntöttünk, egészen pontosan ugye növénytelepítésekről. Egyrészt a Kossuth utca északi oldalának a fásítását elhatározta a képviselőtestület. A déli oldal fásítása amiatt történt meg korábban, mert a villamos kiállások az út építésével egyidejűleg, sőt az előtt történtek. Így ott lehetőség volt a munkálatok mielőbbi végeztével a növények telepítésére, tulajdonképpen most fejezzük be ezt a fajta munkát. A másik pedig az erdőtelepítési kötelezettségünknek teszünk eleget akkor, amikor ugye a vadkerítés kiépítése nyomán vagy után a területet 6,5 hektárban tölggyel beültetjük, bízva abban, hogy vadkár most nem esik.
A képviselőtestületi ülésen, zárt ülésén még szó esett a első lakáshoz jutó támogatásokról, illetve településképi ügyekről. Tehát körülbelül ennyi történt a 2021. október 25-én képviselőtestületi ülésen. Hialommal kullancs egy példányát talált a Bükön dr. Barát Kornél biológus. Nem csak a városban, hanem az ország részben ez az első igazolt példánya ennek a kullancsnak, amelyre kimondottan vadásznak a kutatók. Trópusi eredetű, feltehetően vándormadár hozta Bükre. Egy hialuma kullancsról van szó, tehát egy olyan nagyrészt trópusi elterjedésű kullancsról, ami Afrikából származik. A nemzetségnek több faja is ismer, de mindannyian trópusi elterjedésűek, és valószínű, hogy vándormadarak segítségével és nagyrészt a globális felmelegedés miatt juthatnak be Magyarországra, illetve úgy néz ki, hogy át is tudnak telelni Magyarországon, köszönhetőnek annak, hogy már nincsenek azok a nagyon hideg telek országunkban, mint régen. A hialuma nemzetségnek egy hialuma marginata nevű faját találtuk, abból egy hím példányát találtam meg, igazából Bükön. Azt kell róla tudni, hogy a kongói vérzéses láz nevű betegséget terjesztik ezek a kullancsok, viszont azért ne ijedjünk meg, mert nem feltétlenül hordozzák ezt a kórokozót, tehát ez a talált példány sem volt fertőzött. A kullancsot amúgy viszonylag könnyű elkülöníteni a Magyarországon honos kullancsfajoktól. Abból sincsen kevés, ugye több mint 20 kullancsfajt tartunk számon Magyarországon, vagy tartottunk eddig. Az Ökológiai Kutatóközpont várja a kullancs bejelentéseket. A hialuma kullancsoknál nagyon fontos, hogy máshogy néznek ki, és máshogy mozognak, mint a Magyarországon eddig honos kullancsfajok. Egyrészt nagyobbak, gyorsabb mozgásúak, tehát tényleg kicsit olyanok, mint a pók. Az igazság, hogy rokona is a pókoknak, ugye a kullancsok és a pókok azok rokonok. Tehát gyorsabb mozgású, és ami feltűnő, mondhatom, hogy laikusnak is feltűnő, az a lábon lévő sávozottság, tehát sötét és világosabb sávok váltják egymást. Tehát, hogyha egy gyors mozgású, nagy termetű kullancson azt látjuk, hogy a lábai sávozottak, ilyen sötétebb és világosabb sávok váltják egymást, akkor érdemes gyanakodnunk és begyűjtenünk ezt a kullancsot. A legjobb az lenne, hogyha élve tudnánk begyűjteni, bármilyen üvegbe, fiolába beletesszük, és hogy ne száradjon ki, egy 2-3 fűszálat is rakhatnánk mellé, és hogyha tovább küldjük a kutatóintézetnek, akkor megvizsgálnák, hogy a kullancs, amit találunk, fertőzötte, avagy nem fertőzött ezzel a kongói vérzéses láz betegséggel. A házigazdák többszörös sikerét hozta az idei Szivárvány Néptáncfesztivál Bükön. Szerte a régióból számos csoport mutatta meg felkészültségét a zsűrinek és az érdeklődőknek. Kiemelt arany minősítést és külön díjat is ért a Büki Hanga Gyermek Néptánc csoport bemutatkozása a 19. Szivárvány Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztiválon, ahol ezüst minősítést ért a Büki Abláncz Gyermek Néptánc csoport produkciója. Thank you.
Kedves nézőink, a Büki híreket látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Műsorainkat megnézhetik interneten a www.triotvdunantul.hu oldalon, és megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen. Viszontlátásra!